Elítélték, de nem kapott semmilyen büntetést Geert Wilders egy 2014-es kampányrendezvényén elhangzott mondatai miatt. A holland politikust diszkrimináció keltéséért és gyűlöletbeszédért perelték be. Ez utóbbi azonban a bíróság szerint nem valósult meg a rendezvényen. Wildert nem vett részt az ítélet kihirdetésén, azt mindössze egy bejegyzésben kommentálta. A szabadságpártot gyűlölő bírók elítéltek engem és Hollandia felét, őrültség, írta Twitteren. A Wilders elleni pert lefolytató holland bíróság épülete és a tárgyalóterem az eljárás kezdetén. A legfőbb ügyész Geert Wilders távollétében kért 5000 eurós pénzbírságot a szabadságpárt vezetőjére, azért, mert a vád szerint gyűlöletet és diszkriminációt szított emberek egy csoportjával szemben. Az ominózus eset még 2014-ben Hágában egy kampánygyűlésen történt. Wilders azt a kérdést tette fel támogatóinak, több vagy kevesebb marokkói bevándorlót szeretnének látni Hollandiában. Miután elhangzott a válasz, hogy kevesebbet, Wilders kijelentette, mi meg tudjuk oldani. A nagy gyűlés után 6400 panasz érkezett a rendőrséghez az elhangzottak miatt. Az ügyész szerint Wilders kimerítette a gyűlöletbeszéd fogalmát, állítása bizonyításához pedig olyan marokkói származású, de Hollandiában élő embereket idézett be tanúnak a bíróság elé, akik azt állították, az elhangzottak miatt harmadrangú állampolgároknak érezték magukat. Wilders szerint azonban az egész eljárás nem másról, mint a politikáról szól. A politikai kijelentéseket a parlamentben kellene megvitatni, nem itt. Ez az egész eljárás politikai indítatású, mert más politikusokat, akik többségükben a kormánypártokhoz tartoznak, de ugyanúgy beszélnek a marokkóiakról, nem fognak perbe. Sorolta az eljárással szemben megfogalmazott kritikáit Wilders, aki szerint a kormánypártok az ehhez hasonló eljárásokkal próbálnak fogást találni a legerősebb ellenzéki pártnak számító szabadságpárton. Nem vagyok rasszista, jelentette ki, majd hozzátette, ha bárki el akarná hallgattatni, ahhoz először meg kellene ölnie. A véleménye kinyilvánításához ugyanis a szólásszabadság miatt joga van. Wilders zárszóként arra figyelmeztetett, nem kell sokáig várni arra, hogy a nép kormányra emelje őket. Világszerte elindult egy mozgalom, amely véget vet az elit és az elittől függő média politikailag korrekt tanainak. A Brexit ezt bizonyította, és az amerikai elnök választás is, hangsúlyozta Wilders, aki szerint a jövő évi francia és német választások is okoznak majd ehhez hasonló meglepetéseket. Hollandiában pedig saját pártjával készül kormányra kerülni márciusban. A bíróság a perben végül felemás ítéletet hozott. A döntés szerint Wilders kijelentései túlmentek a szólásszabadság határain, ezért diszkriminációra való uszításért elítélték. Büntetést azonban nem szabtak ki rá. Az indoklás szerint azért, mert szavaival nem szólított fel tényleges erőszakra, így azok nem minősülnek gyűlöletbeszédnek.